nos, itt vagyok gyerekek, csak leesett a kamera, mint láthatjátok. Faszom ebbe a szar állványba. Már most már állványra kéne... Szevasztok! Most már állványra is kéne küldteni, úgyhogy valami jobbra. Hát 545RX munka. Azért nem jelentkeztem be az elején, mert mondom, majd közben vagy valamikor. Hát nézzük meg akkor. Csak próbálnám úgy fordítani ezt a szart. Hát szerintem ez így jó, így jó. Ja. Azt mondja, hogy jó. Okay. Ennyi lett volna, csak közelebb jövök, mert kifogyott a tank, már ugye már máshol is nyírtam ma. Társadalmi munka, és
ugye ott még lenyírtam, azt szerintem egy olyan, mennyi volt, nem sok, 100 négyzetméter körül, nem, lófasz, fél vagyok, hát de, valami ilyesmi. Aztán 100 négyzetméter, meg utána még elmentem egy helyre, ott azért jóval nagyobb volt a cucc, de gyakorlatilag nagyon fasz a gép, és elégedett vagyok azzal, hogy ilyen keveset eszik, ugye, a szecskázó. Aztán, hát itt ugye, mint láthatjátok, ugye a kutya körül lenyírtam, mert az igazság az, hogy hónap majd, ha elkezdek füvet nyírni, nem arra van szó, hogy nem bírja a fűnyíró, bírja, hát hiszen oleomak, csak ugye ilyen sűrű gazban nem igazán szeretem inkább beletolni, mondom akkor erre való ez, úgyhogy ja, aztán most hazajöttem, megcsináltam ezt is, megcsináltam ezt is, aztán most töltök bele benzint, és akkor folytatjuk. Ugye a kikapcsolás az nálam ilyen egyszerű, majd a felvétel pillanatáról is láttok majd egy videó, egy ilyen jelenetet, szerintem most is láttátok, de meg vagyok elégedve egyébként a géppel, kurva jó. És ahogy így járatom befele, ugye érződik, hogy azért nem egy, mit tudom én, nem egy Craftek, vagy a faszom tudja, de hát gyerekek, ezt majd mindjárt elmondom, hogy mizu vele, csak megtöltjük, addig is nem. Elhozom ide a benzinkannát.
megyünk ide, aztán a hordóig megcsinálom ezt a kis kockát. Jó? Jó. Gyere ide eszérre. Kutya nem fog odáig elérni, mert tudod, hogy hol van a... Nem látszik most, mindjárt, hogy hol mindjárt van. Mindjárt segítek. Csak nem szeretem, ha rám ugrál sáros lábbal. Idáig nem ér el. Gyerekek, kifogyott a damil. Akkor nem mentél a hordóig. Nem a kurva anyját. De azért elég szépen dolgozik a gépezet, meg ott a kutya körül is megcsináltam. Ugye hát most mentem volna oda. Ezután, hát egy kicsit már azért dzsúvás, mert amint mondtam itt az előbb a nézőknek, hogy voltam ott úgymond társadalmi munkát végezni. És ott már azért összeszedtem a jó sok dzsuvát. Egyébként vízesen a legkönnyebb takarítani a gépet, úgyhogy hát nem tudom, meg úgy nem tudom, a vágni nem annyira szeretek így vízes fűbe, de azért most már el kellett kezdeni, mert faszom teli van. Még jön az eső, esett is, meg jön is. Hát jó, de legalább most akkor és az a lényeg, hogy hát most még nem mondok véleményt a gépről, mert... Az első videóban mondtál. Nem úgy véleményt, hanem hogy így első... hogy is mondjam csak? Így első használat megvitte. Úgyhogy... Azért megmutatlak téged is, jó, így a lábad szárát. Tiszta lószar vagyok, gyerek, ezt így... Nem, ez hű! Na, szóval az van, hogy... ja, hát ugye itt csak, amint látjátok, hát most mivel hogy kifogyott a damil, majd töltenem kell, de azt már nem fogom ma lenyírni. Holnap lesz időd úgyis. Igen, aztán most már holnap befejezem, addig legalább annyi az volt a lényeg, hogy itt a kutyának le legyen nyírva, most ugye jönnek a... Nem az, hogy jönnek, hanem vannak ezek a kibaszott kullancsok. Aztán Bencéből is kellett már kiszedni a múltkor, volt a lábába. Azt a faszom ki van állandóan, azért nyírja az ember a füvet, hogy azért... Jó, persze rövid fűbe, hogyha mit lenyírod, a lenyírt fűbe is van kullancs, tehát safe hit, hogy nincs. De ugye... Ja. Ugye itt a kutyánál nagyon sűrű a fű, ilyen nem is tudom milyen, nem tudom hogy elmondani. És gyakorlatilag itt azért szoktam kaszával mindig, jó van amikor fűnyíróval,
amikor nem olyan nagy, de most azért olyan sűrű bundás volt, hogy nem mondom, akkor ebbe beleeresztem. Csak hát bassza pedig meg. Aztán tényleg nem rég volt nyírva, de hát jött az eső, a nap. Persze, meg hát most azt akkor izé. Hát ott majd a gyümölcsfáknál. Hát nem gyümölcs, de. De gyümölcsfák, igen. Hát mi van, mandula, meg mi van még, baszki? Hát, mit tudom én? Hát... Fasz, nem, magyaró van, meg még a faszon tudja milyen fánk van. Se fánk. Se fánk. És de igen, az ugye magyaró már. És akkor az a lényeg, hogy itt ugye a kutya miatt jöttem ide az 545-tel. Meg hát azért, hogy az ember járassa. Úgyhogy hát most még korai véleményt alkotnom, de azt mondom gyerekek, hogy zabálja a füvet. Úgyhogy egyre ennyit tudok mondani. És azt, hogy nagyon jó, na. Így előjáróba. Úgyhogy köszönöm, hogy megnéztétek, és hogyha tetszett, akkor dobj egy lájkot. Ilyen nagyot. Így van. És hát várlak a csatornámra, iratkozzatok fel. Szevasztok!